Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket ebben a furcsa és jelenleg üres aulában, ahol együtt szoktunk lenni a kiállítás megnyitókon. 2021 első kiállításához érkeztünk, amit a járvány miatt sajnos csak online tudunk megnyitni. Élőben is szeretnénk bemutatni önöknek, hiszen reményeink szerint ez majd sokáig látható lesz, és lassan föloldódnak majd a szigorítások. 2016-ban nyílt meg a Tatabányai Múzeum új állandó kiállítása, Metamorfózis, ember és természet kapcsolat az által ér völgyében címmel. Ebben a kiállításban a történeti ökológiát választottuk vezérfonalul, hogy az ember és a természet kapcsolatában vigyük végig a látogatót ennek a környéknek a történetét. A kiállítás nem minősít, csak reflektál az elmúlt századok történéseire. De ez a mostani kiállítás gyanúsan hasonló címmel nyílik meg. Ez a kiállítás viszont valós problémákra reflektál úgy, hogy visszanyúlik és visszautal az állandó kiállításunkban már bemutatott és felvázolt gondolatokra. Nagyon büszkék vagyunk erre a kiállításra, hiszen Magyarországon szinte elsőként beszéltünk a kiállítás kapcsán a jelen valós problémáiról. Hisszük és valljuk, hogy a múzeum küldetésében fontos szerepe van annak, hogy reflektáljon a kor kihívásaira, a kor problémáira. Kisnécse Julianna nagyon formabontó és nagyon különleges kiállítása éppen ezt kísérli meg. Tükröt mutat, elgondolkodtat, megdöbbentett. Azzal együtt, hogy felhasználja a múzeumban őrzött tárgyakat, és emellett még számos más az óvodások, például az óvodások által készített csodás kis darabokat. Nagyon fontos üzenet ennek a kiállításnak, hogy egyéni felelősségünk van a jövő formálásában. Mi mindannyian egyenként is felelősek vagyunk azért, hogy milyen jövő vár az unokáinkra. Szeretettel ajánlom önöknek most online, és remélem hamarosan találkozunk. Kérem, tekintsék meg ezt a kiállítást. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, engedjék meg, hogy én is nagyon sok szeretettel köszöntsem önöket sajnos csak így az online téren keresztül, és engedjék meg, hogy egy újabb időutazásra invitáljam önöket, mégpedig egy olyan időutazásra, ami nem áll meg a jelenben. Elindul a múltból, de az, hogy mi fog folytatódni, vagy mi fog következni a jövőbe, az már csak és kizárólag rajtunk fog múlni. A szemét, a hulladék metamorfózisa címet, alcímet adtuk ennek a kiállításnak. Nem véletlenül, hiszen arra próbáljuk megkeresni a választ, hogy hogy jutottunk el idáig. Hogy jutottunk el odáig, hogy elönt minket a hulladék, hogy tulajdonképpen már maga a vásárlásunk is sokszor csak arra megy ki, az a végeredménye, hogy azt a hulladékot, amit épp el akarnánk tüntetni, azt szaporítjuk tovább. Mikor változott meg az embernek az ökológiai lábnyoma, mi az, ami a klímaváltozáshoz vezetett, mi az, ami miatt most talán az egyik legizgalmasabb kérdés a jövő és a fiatalok szempontjából. Természetesen mi nem fogunk tudni erre választ adni, mi csak javaslatokat tudunk nyújtani, néhány problémára felhívni a figyelmet, és külön kellene talán köszöntenem a gyerekeket, hiszen ezt a kiállítást úgy készítettük el, hogy őket egy külön vonalon, de végigvisszük ezen a kis együttléten, ezen a kis elgondolkodtató, jövőbemutató, vagy reményeink szerint jövőbemutató kiállításon. És formabontó abból a szempontból is, hogy bizonyára meg fognak majd rajta döbbenni, amikor régészeti tárgyak nejlonzacskóval együtt szerepelnek egy-egy tárlóba, de azt hiszem, hogy ha végigolvassák a tablóinkat, ha elgondolkodnak a tárgyak mondani valóján, akkor talán azt hiszem, hogy ugyanarra a következtetésre fognak jutni, mint ahogy mi magunk is. És azt hiszem, ezt mondhatom a kollégáim nevében is, hiszen szinte mindenki segített ennek a kiállításnak a létrehozásába, hogy valamit tennünk kell.
A történet az őskorban kezdődik, méghozzá 40, körülbelül 100 és 40 ezer évvel ezelőttről, a neandervölgyi ősember koráról. Akkor ugyan még nem nagyon volt hulladékgazdálkodás, és nem is nagyon kellett foglalkozni, nagyon sokáig, egészen az újkorig tulajdonképpen a szemétnek a eltakarításával, hiszen szerves anyag volt a szemét, 99%-a az őskorban szinte teljes egészében, kivéve természetesen a kőeszközöknek a maradékát. De mindjárt az első egységben eljutunk napjaink hulladékáig, az egyszer használatos műanyagban készült szupercsodákig, amiknek mind a lebomlási ideje, mind pedig a használhatósága, és még sorolhatnánk, egyszerűen azt hiszem, hogy ez az anti, ez az, amit a hulladékgazdálkodás napjaink is sem tud megoldani, és leginkább úgy tudnánk megoldani, hogy nem is használnánk őket. Ezt az évet mindjárt az első egységben azért mutatjuk be, hogy tudja a látogató, hogy mi az, amit a következőkben látni fog. És biztos sokan el fognak csodálkozni, hogy nyitva van a tárlónak az ajtaja. Ez direkt olyan tárló, és azt hiszem, hogy ebben a mi múzeumunk az első, aminek az alsó része azért nyitható és zárható, hogy ott külön a gyerekeknek tudjunk kiállítást alkotni, főleg olyan tárgyakból, amiket ők kézbe is foghatnak. Ha véletlenül nem, akkor azt üvegbúrral rárakjuk, de itt jelen kiállításban minden az ő kedvükért van kirakva. És az, hogy amit látnak a kiállítás tárgyak között, az pozitív üzenete, jó-e, jó, ha ezeket használjuk, azt egy-egy napocska mutatja meg számukra. Ezek a napocskák vagy szomorúak, vagy mosolyognak, vagy egyszerűen csak csodálkoznak, ledöbbennek, de ők mutatják azt meg, hogy támogatjuk-e ezt a tevékenységet, vagy nem. Ugyanúgy látni fogják, hogy a kiállítás installáció is úgy készült, a tablóink is úgy készültek, hogy az alsó része csak a gyerekeknek szól. Ez köszönhető a nagyon jó fotósunknak és grafikusunknak, akik megrajzolták, illetve elkészítették a fotókat és összesítették, tehát ezt a grafikai munkát elvégezték, és ezt valósítottuk meg a gyerekek számára. Ebből különben készítettünk egy kirakójátékot is, úgyhogy így az online térben csak mesélni tudunk róla, de igazság szerint ez akkor lesz egy élő kiállítás, hogyha önök is már itt lesznek közöttünk. A kiállításunk teljes egészében reflektál az állandó kiállításunkra, tehát ugyanazokat az alcímeket fogjuk használni, vagy fogjuk látni, hogyha végignézik a kiállítást, egy darabig természetesen. Egészen az ipari forradalomnál, ipari forradalomig ugyanez lesz a helyzet, ugyanis úgy látjuk most, hogy a személy szempontjából mindenképpen, de a tömegtermelés szempontjából is onnan figyelhető meg egy óriási nagy fordulat. Természetesen ezt mi nem akarjuk és nem is a célunk bemutatni az önök számára, hiszen ezt ezek közül mindannyian talán én nálam is jobban tudják, de csak a figyelmet szeretnénk felhívni rá. Felhívjuk a gyerekeknek a figyelmét is a kiállításunkra és a kiállítási terveinkre, akik óvodás korosztály, akik készítettek és újrahasznosították a hulladékot, és ebből az újrahasznosításból egy kis mini kiállítást készítettünk az ő számukra. Azért mini kiállítás, és azért hívom így, mellett egy csomó játékkal is természetesen, amik szintén újrahasznosított anyagokból készültek. Tehát visszatérve az előző gondolathoz, azért mondom mini kiállításnak, mert éppen amikor hozták a tárgyakat, akkor kellett bezárnunk a múzeumot, úgyhogy innen is üzenem az óvodáknak, hogy nagyon sok szeretettel várjuk. Van még helyünk, és mint látják, természetes alapanyagokból készült, de mozgatható mobil installációkkal tudjuk elhelyezni és bemutatni a gyerekeknek a játékait, vagy alkotásait. A következő egységünk pedig már azonnal a 20. században vezeti a látogatót, és itt csak azért szeretnék egy külön megállót beiktatni a megnyitóba, mert itt valóban köszönöm minden munkatársunknak a segítséget, hiszen abban, hogy ötletet nyújtsunk, hogy hogyan tudunk változtatni, hogyan tudunk olyan célokat elérni, ami a szemétnek a termelését minimalizálja, vagy hogyan tudjuk úgy megvédeni a környezetünket, hogy azt a környezeti terhet, amivel ezeknek a termékeknek a termeléséért megpróbáljuk csökkenteni, ebben ők segítséget nyújtottak nekem, és egy külön tárlóban mutatjuk be az ötleteiket, az ötleteikből fakadó újrahasznosítást, vagy új életet kapott tárgyaknak a bemutatását.
Ezzel is zártuk le a kiállítást, de maga a program ezzel még korán sem zárult le, hiszen egy előadássorozat és egy virtuális bemutató tartozik hozzá. A virtuális bemutatót március 1-jét terveztük bemutatni, de ott mindenképp meg kell várnunk a nyitást, hiszen az úgy lesz mindenki számára élvezhető. Az előadássorozatot pedig sajnos lehet, hogy kénytelen leszünk online megtartani, de még innen is szeretném önöknek üzenni, hogy továbbra is várjuk az ötleteiket hozzá. Köszönöm szépen a figyelmet!